A Magyar Népmese Színházat a Zanota Art Kulturális és Művészeti Egyesület hívta illetre 2009-ben azzal a céllal, hogy színpadra vigyenek minél több népmesét, és ezzel közelebb hozzák a gyerekeket egyrészt a színházhoz, másfelől a népmesékhez. A Hagymaház színpadán az aranytollú madár legendáját hallhatták, aki erdőlánya Tündértől megmenti Bergen Gócia királyának kisfiát és kislányát. A aranyhajú gyermekeket a banya kiteszi az erdőre, és hogy hogy keverednek vissza mégis a királyi palotába, és hogy ismerik fel a szüleik őket, ez a története a mesének. Tehát próbákat kell kiállniuk, mint minden mesében. Az előadás érdekessége volt, hogy a három animátor mellett, akik több szerepet is magukra öltöttek, a gyerekek közül is válogattak mellékszereplőket, így a legbátrabbak a mese részeseivé válhattak. Jaj! Most eszembe! Jaj! Hát el fogunk késni! Jaj! Gyorsan! Menjünk! Nem. A királyhoz! A királynak az asztalán kell lenni a reggeli péksüteménynek! Hogyha elkésünk, akkor nekünk van mi! Gyere! Gyere gyorsan! A humoros jeleneteket a gyerekek hangos kacaljal és tapssal fogadták. Zanota Veronika kitért a mese mondani valójára is. Arra tanít igazából bennünket, hogy ha el is keveredünk az életben valamiért, vagy a saját okunkból, vagy más miatt, akkor is nagyon fontos, hogy visszataláljunk a helyes utunkra, a mi saját személyes utunkra, mert csak is akkor kerek a világ, és akkor leszünk boldogok. Továbbá azt is megtudtuk, a hagyományok bemutatása mellett a mesejátékok zenei világát élő kísérettel biztosítják, autentikus hangszerekkel színesítik előadásaikat.